Sziasztok! Ez itt a Zanza, a Total Car hírhadaró műsora. Híreink a szokásos módon indulnak, megint elfogyott valami. Tudjuk, hogy a szakadozó félben lévő globális ellátási láncok miatt már lényegében minden elfogyott, amire valakinek szüksége volt. A hajó, a konténer, az alapanyagok, az acél, az alumínium ötvözéséhez szükséges magnézium, a csipek, és most elfogyott innen Magyarországról is az AdBlue. Az AdBlue egy olyan adalék, ami ahhoz kell, hogy ne szennyezzenek a modern dízelmotorok, ami ugye úgy történik, hogy van az egyébként nagyon korszerű, nagyon precíz befecskendező rendszer, ami a tökéletes pillanatban a tökéletes mennyiségű gázolajat fröccsenti az égéstérbe, ami elég, jellemzően ugye légfelesleggel. Ennek során a levegőben lévő nitrogén, hiszen tudjátok, hogy a levegő alapvetően legnagyobb részt nem oxigénből áll, hanem az a része az, amit mi hasznosítunk, de valójában túlnyomó részt nitrogén. Szóval a nitrogén és egyébként a levegő oxigénje alkot nitrogénoxidokat, ami egy kifejezetten kellemetlen vegyület, nagyon sok mindennek rosszat tesz, beleértve az élő szervezetek jelentős részét, így a miénket is. Ezeket a nitrogénoxidokat kell valamilyen módon eltüntetni a kipufogógázból, erre van az AdBlue adalék, vagy más néven az urea, amit befecskendeznek a modern dízelautó katalizátorához, és bye-bye nitrogénoxid. Csak hogy sajnálatos módon jelenleg úgy tűnik, hogy bye-bye AdBlue a helyzet, aminek az egyik oka pont a nehézkes hozzáférés a nyersanyagokhoz, vagyis ilyen esetben a gázhoz. Ugyanis a gázszállítás körül egymásnak feszültek a hatalmasok, és ennek az a vége, hogy nincsenek igazán tele a gáztározók, vagy legalábbis nem mindegyik, nem lehet tudni, hogy honnan és mennyiért fog jönni, eleve rettenetesen fölment az ára, és elsősorban földgáz kell ahhoz, hogy abból úreát lehessen gyártani, és abból AdBlue-t. A MOL be is jelentette, hogy nem lehet többé nyakló nélkül vásárolni majd az AdBlue-t, hanem megszabják, hogy egy adott vásárlás alkalmával legfeljebb egy ilyen józan kannányit lehet vásárolni belőle, illetve a nehéz teherautókhoz is korlátozzák 50 literben az egyszerre megvehető adagot. Ezzel egyébként nincs is semmi probléma, annyira sokáig elegendő, akár néhány liter is egy személyautóban, hogy azzal simán ki lehet húzni azt az időszakot, ameddig stabilizálódni fog a helyzet, remélhetőleg. Milyen autós nem sújt az AdBlue hiány? Nem villanyautó propagandáról van szó, hanem gazdagság propagandáról. A Lamborghini Urus, ugyanis tudjátok, a Lamborghininek ez a rettenetesen drága, kisé kétes ízlésvilágot tükröző terepjárója, akkora piaci siker, hogy szénné keresi magát rajta a Lamborghini, és életük eladási rekordjait állították be. Természetesen most is az a helyzet, ami elsőként a Porsche-ra sújtott le a világ sportautógyártói közül, hogyha véletlenül elkezdenek a sportautógyártáshoz méltatlan terepjáró féleségeket csinálni, akkor hirtelen abból veszik a lehető legtöbbet a vevőik, hogy az Urusból, amióta létezik, sokkal több fogy, mint a Lamborghinikből. A rendes Lamborghini ugye a V12-es középmotoros, ami ilyen esetben egy kissé amúgy is öregecskedik már, az Aventador, de én azért így el tudnám nézegetni, szívesen biztosítanék neki egy ilyen kellemes elfekvő öregek otthonát, amennyiben valakinek igénye volna erre, és annál az egyel fiatalabb Huracán. Ezekből mind-mind fogyott, az egyikből 100-as nagyságrendben, a másikból épp csak 1000-es nagyságrendben, de összességében a felét se érte el az Urus eladásoknak. Hogy ne csak a rossz ízlést tükröző, drága terepjáró féleségekről beszéljünk. Az Urus ugye olyan, amilyen. A múlt héten meséltem nektek a vadonatúj Lexus LX-ről, ami az amilyennél is olyanabb. És ehhez képest most megérkezett az új Range Rover. A Range Rovert csak azért mutogatom meg, mert a rombá koptatott olyan szófordulatoknak, mint például a brit elegancia, ha valahol, akkor itt tökéletes helye van. Olyan szempontból egészen lenyűgöző stílus tanulmány az új Range Rover, hogy hogy lehet ennyire kevés dologgal valamit ennyire elegánsá tenni. Hogy ez az autó, az Urus tökéletes forma tervezésügyi ellentéte, az a lehető legtöbb felesleges felvágás árán szeretné megmutatni, hogy valaki milyen rohadt gazdag, ez pedig a lehető legkevesebb és legfinomabb gesztussal jelzi, hogy van elég, de nem kell erről hangosan kiabálni. Műszakileg egyébként nem különösebben érdekes az új Range Rover. Előre meg lehetne tippelni tulajdonképpen mindent, mert a hajtásláncában a motorok a nem drága változatoknál az a régi JLR Ingenium motorcsarádból jön, ami azt jelenti, hogy
általában 3 literes, 6 hengeres dízelek vannak különböző teljesítményszintekkel, és van 6 hengeres benzines is. Ami egy kicsit talán érdekes, hogy a legerősebb modell, az a V8-as, az ezen túl a BMW-től érkezik. Mármint a motor, érted, hogy van ez a brit cég, a Jaguar Land Rover, ami nagyon régen valamikor a BMW-é volt, de aztán megvette tőlük a Tata, és a Tata most a BMW-től veszi azt a csúcsmotort, amivel a legdrágább változatokat kívánja majd eladni, ami valószínűleg, mint ahogy ezeknél lenni szokott, az egyik legjobban fogyó változat lesz. Most már van plug-in hibrid, és olyanra tervezték ezúttal a karosszéria egészét, hogy ne csak plug-in hibrid, hanem teljesen elektromos hajtásláncot is el tudjon majd viselni magában, de erről még egyelőre részleteket nem tudunk. Ami valamennyire érdekes, hogy a plug-in hibrid már nem csak nettó adócsaló plug-in hibrid, mert annyira nagy aksi csomagot kap, hogy akár 100 km-nél is többet meg lehet vele tenni, normális körülmények között, nyilván nem ugyanazon a teljesítmény szinten, mint ahogy mondjuk a V8-assal hajtva tudna menni. A villany Mustang, a Mach-E megelőzte a Mondeót Európában. Több fogyott belőle, mint Mondeóból. Ami nem azt jelenti sajnos, hogy a Mach-E leszakította az eladásokat, egyébként így egész okén teljesít, hanem hogy a Mondeó megy rettenetesen rosszul. Nyilván öreg és szerencsétlen, meg amúgy se ilyen jellegű autókat vásárolnak, 10.427 darabot tudtak eladni belőle az év első 9 hónapjában, és azt is tudjuk, hogy 2022-től nem is lesz Mondeó, mert az emberek valamiért nem akarnak normális autókat venni. Léci, ne legyetek olyanok, mint az emberek, hanem ti vegyetek normális autókat. Vidám hírek az elektrifikáció világából, elkészült az első teljesen elektromos Mercedes Kecskeméten. Ez nekünk tök jó hír, hiszen hogyha a magyarországi autógyárak szépen követik a trendet, pláne ha esetleg elébe tudnának szaladni, az azt jelenti, hogy a magyarországi munkásoknak 5-10 év múlva is lesz munkájuk, és ebben kell mindannyiunknak reménykedni. Sajnos az EQB összességében nem egy igazán súlyos odacsapás, hogy nem egy kiugróan jó elektromos SUV a paraméterei alapján, ugyanakkor valószínűleg nem is lesz különösebben rossz, és a Mercedes a tisztességgel megcsinálásához az autóknak tökre ért, én például az EQC-t nem szerettem, de kétségtelenül elismerem, hogy nagyon jó érzés volt tartózkodni benne, és nagyon erős volt, csak fékezni és rázós úton menni ne kelljen vele. Sokat foglalkoztunk a totalcar.hu hasábjain a rénszarvas teszttel, ami valójában ugye jávorszarvas. Egyrészt elmagyaráztuk, hogy a jávorszarvas miért olyan félelmetes. Képzeljétek el, az nekem se volt meg, hogy 700 kiló. Az nagyon durva. Ráadásul a 700 kilót azt ugye szélvédő magasságban hordja a lábain, és ezért beejti a szélvédőn keresztül, amikor neki megyünk. Ezért olyan rossz dolog neki menni a jávorszarvasnak. Emellett szó esett arról, hogy a tesztet milyen autók teljesítik jól vagy rosszul, mert ennek mostanában ugye nagy szezonja van, és hogy mennyire kell ezt komolyan venni. Minden ezzel kapcsolatos írást ajánlok, egyrészt mert műszaki szempontból is érdekes, másrészt aztán végül Papp Tibi mindenkit megnyugtat, hogy nem kell eldobni azokat az autókat, amik nem teljesítenek különösebben fényesen a jávorszarvas teszten, mert egyrészt nem feltétlenül jellemző a terheltségnek az a szintje, hogy azt a tesztet megcsinálják, másrészt mert amikorra te vezeted, egyrészt úgyse fogsz úgy figyelni, meg nem úgy készülsz, meg már amúgy, ha az a gumi van rajta, már pedig nagyon sokat számít, néhány kilométer per óra itt az első és a sokadik hely között lehet, tehát valami simán rossznak nézhet ki attól, hogy egyszerűen csak más gumi van rajta. Nem kell túlfeszülni, ami nagyon rosszul teljesít, azt azért előbb-utóbb úgyis megcsinálják. Tehát a teszt maga nem hülyeség, de félni a nem nagyon jól teljesítő autóktól nem kell. Az én szívemnek nagyon kedves hír következik, kijött az új Corvette Z06. A Z06 az ugye a mindenkori Corvette-nek mindig a legsportosabb változata, a Corvette pedig, mint azt mindenki tudja, a General Motorsnak a legsportosabb autója. Nagyon régóta hagyományosan egy ormotoros, hátsó kerékhajtású, korábban gatyafutóművű, de nagyon kívánatos, aztán később rendbe rakott futóművű és egy kicsit kevésbé kívánatos megjelenésű autó. Ezzel szemben a mostani Corvette középmotoros, ez volt az első forradalom, de most képzeljétek el a Z06-nak, vagyis a legerősebb változatnak, annak kifejezetten érdemben tekertek a motorján, nem egyszerűen az van, hogy erősebb lett, nem azt csinálták, amit mindenki várt, hogy majd kap egy erősebb feltöltött V8-ast, hanem az az autógyár, amelyik évtizedek óta
de lassan már szinte évszázadot is mondhatnánk, ha a matematika szabályai szerint fölfelé kerekítünk 50 évtől, szóval a Small Block V8-at a szíve fölött viselő amerikai Chevy csinált egy feltöltetlen, életében először nem nyomórudas, hanem rendes DOHC felülvezérelt pörgős szívó V8-at, aminek nagyon durvák a számai, 6,2 literes volt az eredeti, és ehhez képest az új változat 5,5 liter, vagyis kisebb, azért, hogy a rövidebb lökethossz miatt jobban bírja a magas fordulatot, ennek megfelelően pörög is, mint az állat, és 680 lóerő. Bőven, messze, nagyon sokkal több, mint 100 lóerő per liter fajlagos teljesítmény az 5,5 literből 680 lóerő. Fantasztikus hangja is kell, hogy legyen. Biztosan az interneten volt, már ilyen szerencsés volt, hogy kipróbálhatta, vagy legalábbis hallhatta közelről. Szóval az amerikaiak, akiket tulajdonképpen világéletünkben a kissé prostó, de nagyon élvezetes motorokért és az azokra épített szintén kissé prostó, de jó esetben valamennyire élvezetes autókért szerettünk, hirtelen megcsinálták a jelenlegi legkívánatosabb, legfejlettebb, legszofisztikáltabb, legmagasabb liter teljesítményű, legjobban pörgő szívó V8-at. Ezt egyáltalán nem vártam volna, és egyben nagyon örülök, kicsit félek tőle, hogy ez egy olyan búcsúztatója ennek az egésznek, mindenestől. A V8-nak, a Corvette-nek, az élvezetes sportos autókészítésnek, de ha ez egy hattyúdal, akkor is elmondhatjuk, hogy legalább szépen költöttek arra, hogy a hattyú szépen énekelje. Villámformájú kés Európa szívében, képzeljétek, szeptemberben egy Tesla volt Európa legkelendőbb autója. És nincs hozzá apró betű. Nem a legkelendőbb sok támogatást kapott autója, nem a legkelendőbb konnektorba is bedugható autója, nem a legkelendőbb valamilyen autója, a legkelendőbb autója a Tesla Model 3 volt. Semmiből nem adtak el annyit szeptemberben. Ez konkrétan 24.591 darabot jelent egyetlen hónap alatt. A második helyezett a Renault Clio volt, amiből 18.000 fogyott, vagyis 6.000-rel kevesebb, tehát még csak nem is volt szoros. Aztán utána jött a Dacia Sandero, tényleg megértük ezt, hogy a Dacia Sandero egy exkluzív jármű a Tesla Model 3-hoz képest Európában, és a Volkswagen Golfot is. Ehhez hozzátartozik, hogy egyrészt a Teslának tényleg rohadtul jól megy a szekér, másrészt általában is jobban fogynak most az elektromos autók, mint eddig bármikor, mert egy csomó európai országon ugye jelentősen ösztönzik a vásárlást, de az önmagában nem magyarázza meg, hogy miért pont a Teslából veszik a legtöbbet. Azért veszik a Teslából a legtöbbet, mert a Teslának nagyon ciklikusak a kiszállításai, tehát ugye kevés helyen gyártanak jelenleg Teslát, mert az új gyáraik még nem indultak el, és azok a gyárak bizonyos ritmus szerint termelnek a közeli piacaikra, a távolabbi piacaikra, illetve a messzi exportra, és ennek az az eredménye, hogy a szeptember most nagyon erős lesz. Már most se egyszerű Teslához jutni, mert egyszerűen nem tudnak annyit gyártani, amennyit az emberek megvásárolnának belőle, pláne ameddig nem indult el a berlini gyár, meg aztán majd a texasi gyár. De egy kicsit tovább bonyolódott a helyzet, mert a Hertz autókölcsönző visszatántorogta magát az életbe, ugye ők csődközeli helyzetben voltak néhány hónappal ezelőtt, és rögtön bejelentették, hogy a megújulásukat azt részben azzal vezetik föl, hogy vettek 100.000 darab Model 3-at. Ez azt jelenti, hogy a teljes flottájuknak az 1/5-ét Model 3-ra cserélik, és azóta már arról is szó van, hogy mennének majd további ilyen nagyságrendű vásárlásokkal a Model Y-nak felé. Ez nagyon sok szempontból egy rohadt érdekes fejlemény, egyrészt az, hogy egy olyan cég, amelyik az autó teljes életciklusának a költségszintjét figyeli, hiszen abból él, hogy többet keres a bérbeadáson, mint amennyiben neki az autó üzemben tartása kerül, az ilyen irtózatos kockázatot mer vállalni egy ekkora nagyságrendűt, az azt jelenti, hogy ez nagyon alaposan ki van számolva, és hogy arra jutottak, hogy most már elektromosat éri meg vásárolni. A másik, ami miatt rohadt érdekes fejlemény, hogy ez hirtelen azt jelenti, hogy emberek milliói fognak találkozni azzal, bérautóként, hogy milyen egy rendesen megcsinált villanyautó. És a Tesla egy forintot se költött még hirdetésre, mióta léteznek, nincsenek Tesla reklámfilmek. A Tesla azon keresztül adott el autókat, hogy az emberek mesélnek arról, hogy milyen klassz, illetve kipróbálják a szomszédét. Ez volt az ő amerikai sikerüknek a kulcsa. Ha most hirtelen nagyon sokan ülhetnek majd Teslába ezen keresztül,
és a Tesla jól működik. Majd, ha folytatja azt, ha fenntartja azt a jó szokását, hogy eladja magát azon keresztül, hogy megmutatja, hogy milyen, akkor ez nagyon sok új vevőt is jelenthet a vállalatnak. Megkezdődött a BMW i4 gyártása, vagyis megérkezett az első tömegvillany BMW. A BMW-nek rendes villanyautója korábban az i3-as volt, ami most már nagyon öreg és szegény, lassan meg is hal, pedig nagyon aranyos és nagyon klassz. És most megjöttek a nagy testű elektromos tehenek, és megérkezett az első szedán. Ez volna a BMW i4. Az i4-ben igazából az az érdekes, hogy számszakilag igazából semmit se tud jobban, mint mondjuk a Model 3 érdemben, viszont azt már most tudjuk, hogy egy kicsit drágábbról fog indulni, és akkor még a felszereltségeket ugye nem is tudtuk összenézni, hiszen olyan mélységében nem ismerjük a modellt. Tehát az látszik, hogy a BMW az árversenyben nem száll be, nem is szorul rá, mert van hozzá egy erős brendje, és mert ebből se fognak tudni valószínűleg olyan sokat gyártani, mert ugyanaz van velük is, mint általában a nagy autógyárakkal, hogy súlyosan nagy tömegben történő elektromos autógyártáshoz még mindig nem rendelkeznek a beszállítóktól megvásárolandó dolgokkal, általában leginkább aksival. Ez is egy olyan soron készül, ahol egyébként lehet csinálni nem elektromos autót is. Nekem szemre egész bejön, és én úgy általában a BMW-ket vezetni nagyon szeretem, és igazán élvezetes elektromos autót még mindig nem vezettem, a Tesla Model 3 Performance-en kívül, és igazából ahhoz is hozzápiszkálnék, ha rajtam múlna, hogy egy kicsit olyanabb legyen, mint amilyennek én szeretném. Nagyon remélem, hogy a BMW valahogy átmenti a vezetés szeretetét az elektromosság korában. És legvégül Olaszország betiltja a dohányzást az autóban. Igazából nem tudjuk, hogy át fog-e menni ez a törvényjavaslat, mert ez egy ilyen komplex csomagnak egy része, de az lenne a lényege, hogy egyszerűen szőröstül-bőröstül betiltanák az autóban dohányzást. Ezt csak azért vetem föl, mert nagyon érdekel az ezzel kapcsolatos véleményetek, hogy ti mit gondoltok erről. Nagyon nehéz dolog ez. Ugye egyrészt a zárt térben történő dohányzásról tudjuk, hogy rettenetesen káros. Az is benne van, hogy a zárt térben dohányzás úgy, hogyha egyébként ott másik ember nem ül, akkor elsősorban csak a te egészségedre káros. Közben viszont az is benne van, hogy a dohányzás valóban megnehezíti az autóvezetésre koncentrálás sok esetben, meg önmagában is egy veszélyforrás lehet. Én, mint aki életének bizonyos szakaszában, nem vagyok erre büszke, de én cigiztem autóban, és én is égettem ki ülést, égettem ki tetőkárpitot, hamúztam le a legrosszabb pillanatban magamat, mindenféle gázokat tud okozni, és közben meg nyilván, ha az ember éppen cigizik és szeret cigizni, akkor meg tök jó érzés is tud lenni, és esetleg segít, mit tudom én, kevésbé elaludni bizonyos helyzetekben. Nagyon nehéz dolog ez, mert nagyon nehéz eldönteni, hogy érdemes-e ennyire beleszólni abba, hogy mi történik a privát szférában, amikor már nem is a négy falon belül, hanem az autónak a nagyon szűk négy falán belüli dolgokig nézünk le. De közben egy olyan tevékenységnek a korlátozása, ami igazából másokra is veszélyt jelent, onnan nézve egész értelmes. Létszi az ezzel kapcsolatos véleményeiteket is, fejtsétek ki ide lent a kommentekben, mert érdekel. Ezen kívül iratkozzatok fel kiváló csatornánkra, és mindezeket, amikről meséltem, ennél is bővebb terjedelemben megtekinthetitek a totalcar.hu-n. Szevasztok!